Audio Jungle. Rádiókukac.mezőkör.com, facebook.com, per.rádió. Köszöntöm a kedves hallgatókat, valamint köszöntöm a Pont Televízió nézőit is. Egy beszélgetéssel fogunk tovább menni immáron az új stúdióból. Engedjétek meg, hogy köszöntsem mai beszélgető társamat, aki nem más, mint Herceg Zsolt mezőtőváros polgármestere. Köszöntelek téged a stúdióban. Tisztelettel köszöntelek, köszöntöm a hallgatókat, a nézőket. Köszönöm szépen, hogy meghívtál a mai napot. Én köszönöm, hogy eljöttél, nagyon sok mindent meg kell beszélnünk az elkövetkezendő időben. Talán ami a legjobban foglalkoztatja a mezőtúváros lakosságát, azok ugye a fejlesztések és a pályázatok. Ugye itt a nyár elindulhatnak azok a beruházások, amikről már rengeteget beszéltünk. Ugye pontosan a Városközpont funkció bővítő pályázata ért, most már tényleg a cél egyenesbe, ugyanis elkezdődött a munka. Milyen munkálatok zajlanak jelenleg a városban? Jelenleg még egy helyen folyik a kivitelezés, itt a Petőfi út és a Balcsi-Zsilinszky utca sarkán bontják azt a régi épületet, amelynek a helyén majd a kézműves ház fog megépülni. Hát a projektjeinkről... Összefoglalóan annyit lehet mondani, hogy nagyon elhúzódott az idő, és hát ennek jogi okai vannak, a közbeszerzési eljárások, tervezési folyamatok, a tervek engedélyezési folyamatai miatt nagyon eltelt az idő. Én megmondom őszintén, hogy korábbra reméltem, én azt gondoltam, hogy már legkésőbb májusban elkezdődhet a kivitelezés. Hát sajnos már ugye itt vagyunk a nyár kellős közepén, és most tud csak megkezdődni például ebben az esetben, tehát a funkcióbővítő fejlesztési projektünkben a kivitelezés. A következő hetekben, tehát 1-2-3 héten belül várható az, hogy a projekt megvalósítási helyszínein mindenütt felvonul a kivitelező, illetve az alvállalkozói. Nem titkolt szándékunk az, hogy minél több mezőtúrit szeretnénk bevonni, minél több mezőtúri vállalkozás céget szeretnénk bevonni a kivitelezésbe. A Kossuth téren, a Múzeum téren, a Petőfi út 5 szám alatt a színház teremnél, itt a kézműves háznál, a strandfürdőben, az Erzsébet ligetben, a Szabadság téren, ezek alapvetően a kivitelezés helyszínei. Tárgyalások zajlanak jelen pillanatban a generál kivitelező és a mezőtúri potenciális alvállalkozók között, és hogyha egyesség születik, amit én nagyon remélek, akkor elkezdődhet majd a munka a mezőtúriak bevonásával. Ugye nagyon fontos volt, hogy például a strandfürdőnél, hogy ugye jön az Ízfest, jön a Túri Vásár, illetve az azt megelőzően az Artúr Fesztivál. Nyitott kérdés volt a tegnapi napig, hogy az uszodánál elkezdődik a kivitelezés. Ugye az Ízfest szervezői szóvá tették azt, hogy hát jó lenne, hogyha meg tudjuk oldani, hogy még akkor ne legyen kivitelezés, mert egy jó nagy területet kiszakítana a strandfürdőből az elkerített rész, amely ilyen belül a kivitelezés zajlik majd, és hát olyan egyességre jutottunk a generál kivitelezővel, hogy amíg az Ízfest lezajlik, addig nem kezdik meg a kivitelezést, tehát addig nem vonulnak fel. Hát ennek a szervezők nagyon örültek, mert hát nagyon sok vendéget várnak. A rendezvény az egyre jobban növekszik, ugye már most a harmadik kerül megrendezésre, és akkor így abban maradtunk, hogy a kivitelezés majd a fesztivál után kezdődhet meg. Tehát azért mondtam, hogy körülbelül 1-3 héten belül várható az, hogy minden helyszínen elkezdődnek a munkák. Ugye ezzel kapcsolatosan rögtön meg kell jegyezni azt, hogy itt elsősorban én arra számítok, hogy a Kossuth téren lehetnek a gyalogos közlekedés és a gépjárművel történő közlekedés kapcsán fennakadások. Hát ezért mindenkinek a megértését kérjük, hiszen egy kivitelezési munkát nem lehet úgy megvalósítani jelen esetben ott a Kossuth téren, hogy ne okozna problémákat a közlekedők részére. Hát abban bízunk, hogy néhány hét alatt, egy hónap alatt durván befejeződik a Kossuth téren a kivitelezés, és akkor helyre állhat a rend, és
a tér az jelentősen meg fog szépülni. Úgyhogy a projekt kapcsán most jelen pillanatban itt tartunk. Még annyit talán, ami fontos információ lehet, hogy a befejezés az október-november hónapokra várható, tehát ez természetesen helyszínenként változhat. És hát ami nagyon fontos, hogy a projekt lezárásával például mezőtúron most már majd télen is lehet gyógyfürdőzni, ami egy óriási pozitívum ennek a projektnek, sok-sok más pozitív hozadékával együtt. Talán érdemes átfutni még egyszer azokat a fejlesztéseket, amelyeket tartalmaz ez a funkcióbővítő pályázat. Mik fognak elkészülni tehát októberre? A Kossuth tér vonatkozásában a polgármesteri hivatal mögötti gát koronán egy sétány kerül kialakításra. Ez a katasztrófavédelmi kirendeltségnél lévő kijáratig fog tartani. A híd lábától egészen, hogy ott végig a déli port előtt, tehát a postával szemben, a tér belső oldalán, a Lordokház előtt, a Városház előtt teljes mértékben megújul a járda, díszburkolatot kap. A tér közepére egy szökőkút kerül, padokkal, tehát ez is egy üde színfoltja lehet majd a főterünknek. És ugye most zajlik jelen pillanatban az első világháborús emlékműnek a felújítása, erre is pályázati forrás nyert az önkormányzat 5 millió forintot, ezt még ki kell pótolnunk 2,5 millió forinttal. Hát ugye jöttek hozzám az utóbbi időben olyan kérdések, hogy mi kerül ezen a felújításon ennyibe, tehát miért kerül ilyen sokba. Hát az alap megerősítésétől kezdve nagyon sok mindent el kell végezni, és hát a nevek is most már majd a felújítást követően láthatóak lesznek, amelyek az obeliszken fel vannak írva, sőt, még új nevek is felírásra kerülnek, amik annak idején nem lettek felírva. Úgyhogy az bevésik ezeket a betűket, hogy kifesti a restaurátor, aki már hetek óta dolgozik rajta, úgyhogy egy jelentősen megszépült emlékmű várja majd a megemlékezőket július 28-án, amikor a városi megemlékezésünk lesz az első világháború 100. évfordulója vonatkozásában. Úgyhogy tehát a tér kapcsán ennyit. A tervezéskor kimaradt a szálloda, a református nagy templom előtti járda. Én mindenképpen azt szeretném, hogy még reményeim szerint ebben az esztendőben azt is meg tudnánk oldani. Tehát igyekszünk forrást biztosítani erre, hogy a város venné meg az anyagot, a burkolóanyagot a tér járdájának erre a szakaszára, és akkor megrendeljük egy kivitelezőtől. Tehát azt szeretném, hogy a Kossuth téren minden járda szép, és természetesen egyforma díszburkolattal lenne ellátva. A következő helyszín a múzeumtér, ott is egy kis téralakítás lesz végrehajtva. Ugye sok rendezvényünk van ezen a helyen, a zsinagógában, illetve itt a nyár folyamán kiválóan alkalmas különböző kulturális események megrendezésére. Ez a tér hangulatát tekintve tényleg egy fantasztikus helyszíne ezeknek a rendezvényeknek, amelyeket már ugye végrehajtottak ott, vagy megrendeztek. Sajátos hangulata van, és egy kicsit szépé, szebbé varázsoljuk ezt a terünket is. A következő helyszín a Petőfi út 5, ez a színházterem. Ott egy statikai megerősítés lesz, egy picikét a homlokzatot megszépítjük, nyilászáró csere lesz a Petőfi út és a Csokonai úti résznek a felújítása fog megtörténni. Ugye a kézműves házról már érintőlegesen beszéltem, hogy a bontási munkákat követően elkezdődik az ingatlannak, az épületnek a felújítása, illetve felépítése. Nagyon szépek a tervek, hát remélem, hogy a kivitelezés után is majd egy ilyen szép látvány tárul az odalátogató szem elé. Ugye a pályázatban erre vonatkozóan fenntartási kötelezettségeink vannak is elképzeléseink, hogy milyen rendezvényeket, milyen eseményeket viszünk majd oda. Ez az épület, ahogy a nevében is benne vannak, kézműves hagyományaink ápolását fogja elsősorban szolgálni.
A következő helyszín a strandfürdő, ugye az uszodához egy épületrész, gyermek és gyógymedencével. Igaz, hogy a tervben nem szerepel olyan attrakció, ami a medencét érinti, tehát valami élményelem. Erre is megpróbálunk majd az önkormányzat részéről forrás biztosítani, hogy a gyógymedencében legalább valami kis gerincmasszírozó, vagy valami látványosság beépítésre kerüljön, hiszen önmagában már itt a 21. században egy gyógymedence, ami nem tud semmi más, csak hogy a víz van benne, az nem igazán vonzó. Tehát minél magasabb szintű szolgáltatást szeretnénk nyújtani. Már megvásárolt az önkormányzat egy szaunát, ez is elkezd majd működni az ősztől az uszodában. Az a célunk, hogy a szolgáltatások színvonalát minél jobban emeljük, minél sok rétűbb legyen az ottani szolgáltatás, majd tervezünk egy büfét is térre üzemeltetni, és hát nem titkolt szándékunk az, hogy szeretnénk hazacsábítani azokat a mezőtúriak, akik szeretnek gyógyfürdőzni, és a tél folyamán is ezt teszik, és ugye eddig kénytelenek voltak vidékre eljárni, most már innentől kezdve itt a mi fürdőnkben is erre lehetőség nyílik. A következő az Erzsébet-ligeti sétány, amely ugye szintén megújul. Itt a fő sétányra kell gondolni, ami a strandtól indul egészen a piacig. Itt ugyanaz a kavicsos jelleg megmarad a sétánynál, kiemelt szegély lesz beépítve, és padok lesznek elhelyezve, világító kandeláberek, tehát megszépül ez a sétány is. Hát reméljük, hogy majd oda is sokan kilátogatnak pihenni. Itt jegyezném meg az Erzsébet-liget és a ligeti tó kapcsán, hogy gondolkodunk egy élménypark, illetve egészen pontosan egy kalandparknak a létrehozásán. Ez még nagyon kezdeti stádiumban van, a tárgyalások majd most kezdődnek el. Érkezik hozzánk egy olyan tervező, aki járatos ezen a területen, és akkor elkezdünk közösen gondolkodni, hogy mit lehetne kihozni ebből a két nagyon jó adottságunkból, tehát a tóból és a ligetből. Hát ez is egy olyan turisztikai attrakció lehet majd a későbbiek során, ami ide vonza az embereket, de ettől függetlenül a sétány is most akkor szépen megújul. És még ami oda tartozik, a vadászház melletti, hát kerékpárútnak hívják sokan, de én inkább járdának mondanám. Tehát ennek a járdának a felújítása is meg fog történni, hiszen nagyon rossz állapotban van, széttaposták a járművek, és ráfér már a felújítás. Az utolsó helyszín a Szabadságtér, ahol szintén díszburkolat kerül majd elhelyezésre. Nagyjából ennyi, amit tudni kell erről a projektről. 350 millió a kivitelezési része, egyébként a projekt összköltsége az 450 millió forint, és hát ugye egyéb a műszaki ellenőr díja, a tervezési költség, a projektmenedzsment díja van még benne, és ezen kívül vannak úgynevezett soft elemek, tehát ezek rendezvények, amik különböző értékekre történő figyelemfelkeltés, az azokra történő nevelési célzattal kerülnek megrendezésre. Ilyen volt például a Szivárvány Népzenei Egyesület legutóbbi rendezvénye, ami egy egész napos rendezvény volt a Szabadságtéren. Ők is ebből a projektből 1,5 millió forintot pályázat útján elnyertek. Így tudták megvalósítani ezt a rendezvényt. Itt is Törökbecsérről is érkeztek például vendégek, akik a népművészeti hagyományaik ból mutattak be néhány dolgot, és hát természetesen nagyon sok helyi fellépő is volt, úgyhogy ezek mindenképpen értékek, és egy ilyen alkalommal lehetősége van mindenkinek arra, hogy megmutassa magát, hogy hol tart, mit tud, úgyhogy még ilyen rendezvények lesznek a projektből finanszírozva. Ezt mindig úgy csináljuk, úgy kell, hogy végrehajtsuk, hogy az önkormányzat meghirdeti a honlapján, a mezőtúrés vidékében például, és erre lehet pályázni helyi egyesületeknek, civil szervezeteknek, és akkor létre tudnak hozni egy ilyen támogatással egy rendezvényt. Úgyhogy körülbelül összefoglalva ennyit jelent ez a projekt. Természetesen a rendezvényekre majd rá fogunk még térni. Kanyarodjunk vissza néhány gondolat erejéig a strandfürdőre. Ugye arról már beszámoltunk, hogy az intézmény ellátónak így egyszerűen fogalmazva, hogy a új ügyvezetője lett, így a strand életében is történtek
Hát én úgy gondolom, hogy pozitív változások. Ugye említetted, hogy a pályázatból ugye lesz majd egy fedett rész, de ezen kívül is ugye történnek, ahogy említettem, változások. Beszéljünk erről, miért fontosak ezek a változások, akár ugye a belépő díjmérséklése is. Igen, hát az elsődleges cél a strandfürdő kapcsán, hogy lehetőleg minél jobban fejlődjön, tartsuk meg azt a színvonalat, itt most a tisztaságra, a rendezettségre, a szép környezetre gondolok, ami ugye eddig is jellemző volt a fürdőre, de azért igyekezzünk olyan helyszínt létrehozni, olyan szolgáltatásokkal várni a vendégeket, amelyek olyan szintűek és olyan sokrétűek, amelyek ugye ahhoz vezetnek, hogy a vendégek száma az majd hosszú távon növekedhet. Ezért nagyon fontos az, hogy olyan kézben legyen ez az intézményünk is, ez a létesítményünk is, ami ugye azt jelenti, hogy gazdája van a dolgoknak. A Papné Juhász Emília személyében én úgy gondolom, hogy egy olyan embert találtunk az intézményellátó Kft. Élére, aki rendkívül agilisan, ügyesen szervezi a munkamenetét a társaságnál. Hát nincs egyszerű feladata, hiszen nagyon sok rétű az a feladatellátási rendszer, amely a Kft.-nél van. Ugye január 1-től, ugye úgy, ahogy említetted, oda került a strandfürdő, oda került a városüzemeltetés, tehát jelentősen megnőttek a cég feladatai. Az állandó dolgozók száma az durván 150 fő, és ha még hozzá veszem azt a több száz közfoglalkoztatottat, akiket irányít a társaság, akkor látható az, hogy egy igen nagy cégről és igen kiterjedt feladatellátási rendszerről beszélhetünk. Tehát a fürdőnél a lényeg az, hogy ugye ügyvezető asszonnyal én minden héten ugye tárgyalok, nem csak a fürdőről, hanem természetesen minden más egyéb olyan dologról, ami a társaságnál feladatként megjelenik, és hát azt látom, hogy a törekvése egyértelműen az, hogy fejlesszünk. Például kiragadva csak egy dolgot, ugye a mezőtúri strandfürdő két olyan pályázatból is az utóbbi években ki volt zárva a pályázati lehetőségből, tehát nem tudtunk pályázni egészen egyszerűen azért, mert nem vagyunk kiemelt fürdőhely. A kiemelt fürdőhelynek ugye azt tekintik, aki az országos egészségpénztárral szerződéses jogviszonyban áll, tehát gyógyászati tevékenységet folytat a létesítményben. Az a törekvésünk és szándékunk, hogy már most a jelenlegi adottságainkat kihasználva erre lehetőség nyíljék, ezért az ügyvezető asszony elkezdett tárgyalni a kórház főigazgatójával, a dr. Csellár Zsuzsannával, hogy milyen lehetőség lenne arra, hogy bizonyos kezeléseket itt is meg tudnánk valósítani. És hát az önkormányzatunk is azon dolgozik, hogy tovább fejlesszük ezt a részét a fürdő szolgáltatásának, és emiatt 2014 után a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban megnyíló pályázati lehetőségek közül majd igyekszünk olyan fejlesztéseket megvalósítani, olyan pályázati forrást idehozni, amelyből ezt a gyógyászati tevékenységünket tudjuk fejleszteni. Hogyha ez így lesz, akkor a fürdő kapcsán is egy viszonylag nagy volumenű fejlesztésnek lehetnek tanulni majd a mezőtúriak, de itt rögtön hozzá kell tennem, hogy nem gigantomán fejlesztésre gondolunk, tehát nem több milliárdos olyan fejlesztésre, amelyet aztán majd nem tudunk fenntartani, és be kell zárni a fürdőt. Néhány településen volt ilyen, lehettünk tanulni ilyen kudarcoknak. Itt a szándékunk az, hogy kis lépésekkel, ha úgy tetszik, ez most modern kifejezés, modulárisan fejlesszük. Ez azt jelenti, hogy ha megtörténik egy kisebb fejlesztés, és hogyha az igények azt mutatják, hogy további fejlesztésekre van szükség, akkor tesszük hozzá a következő modult, és így felépítve mindig fenntarthatóan szeretnénk fejleszteni. Egyébként is kritérium ma már, néhány évvel ezelőtt, durván 3 évvel ezelőtt történt egy állami számvevőszéki vizsgálat az önkormányzatnál, és teljesen jogosan megállapították, hogy
ami hát ugye részben igaz, részben nem. Bizonyos esetekben, amikor egy projekt végrehajtásra került, vagy egy pályázat benyújtásra került, az önkormányzat korábbi időszakban ugye bizonyos esetekben nem vizsgálta azt, hogyha végrehajt egy fejlesztést, annak a hosszú távon milyen gazdasági kihatása lesz az önkormányzat gazdálkodására. Ez nagyon fontos, egy racionális dolog. És hogy itt a kollégákkal arról beszéltünk, hogy hiába készül megvalósíthatósági tanulmány, ennek az egész fejlesztésnek a gazdasági hátterét bizony előzetesen elemezni kell. Ez nem egyszerű feladat, hiszen ha strandra gondolunk, végrehajtunk egy fejlesztést, ugye tudjuk azt, hogy milyen új költségek, milyen mértékű költségek fognak jelentkezni majd az üzemeltetés során, de hát azt megjósolni, hogy mennyi vendég jön be, kvázi mennyi bevételhez jut az üzemeltető, ezt azért igen nehéz megbecsülni, de ennek ellenére mégis ezt körültekintően meg kell tenni, és azért mondom, hogy mindig óvatosan, alaposan elemezve a lehetőségeket áttekintve kell fejleszteni, mert nem célunk az, hogy olyan átgondolatlan, fenntarthatatlan fejlesztéseket, projekteket valósítsunk meg, aminek az égvilágon semmi értelme, sőt, hogy a gazdasági negatívummal, a veszteséggel fog járni hosszú távon, ami az önkormányzatra nézve egy óriási teher lehet. Úgyhogy ilyen szempontokat figyelembe véve kell fejleszteni, és a törekvéseink azok egy irányban mutatnak, ügyvezető asszonnyal és az önkormányzat részéről is feltétlenül az, hogy a fürdőknek a szolgáltatási színvonalát emeljük. És erre tekintettel született meg a részéről az a javaslat is, hogy a délutáni kedvezmény mellett a délelőtti időszakban is adjunk kedvezményt, és ennek a pozitív hatása már érezhető, tehát sokkal több látogatója van a strandunknak. Hát az időjárás az nem volt igazán kegyes hozzánk az idei nyáron, mert nagyon sok kellemetlen napunk volt, esős, hűvös, de hogyha az idő jó, akkor rögtön látszik, hogy több vendég van, mint eddig a kedvezménynek tudjuk ezt be természetesen. Ugye a gyógyászati tevékenység fejlesztése mellett ugye lehet azokat a hangokat hallani, és szerintem jogosan a kisgyermekes családoktól, hogy maga a gyermekeknek, a gyerekeknek is kellene valamilyen szintű fejlesztés, akár egy csúszdamedence, lehetne itt sorolni az élmény elemeket. Ilyen irányban vannak-e tervek? Vannak mindenképpen. Éppen arról beszéltünk a napokban, hogy ide a strandra semmi más nem kellene, még egy élménymedence. Egy olyan élménymedence, pontosan inkább a fiatalabb generációt, de én egy olyan élménymedencét tudok elképzelni, aztán nem biztos, hogy ilyen fog megvalósulni, reményeink szerint néhány éven belül, ami mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály, tehát a felnőttek számára is valóban élményt nyújthat. Például nem kell messzire elmenni, Cserkeszőlön van egy ilyen, ahol a fiatalok is a csúszdák miatt, az egyéb attrakciók miatt, és az idősek is szintén ugye a különböző attrakciók miatt szépen megférnek egymás mellett. Én egy ilyet tudnék elképzelni. A nagymedencét feltétlenül fel kellene újítani, de én megtartanám, mert ilyen 50 méteres úszómedence a környéken nincs. Ez hiányzik, és sokan emiatt járnak át hozzánk vidékről, hogy ők egy ilyenben szeretnének úszni. Hát aki kilátogatott az idei évben is a strandra, az láthatta, hogy gyönyörű kristálytiszta kék vize van. Tényleg az embernek az jut az eszébe, én is mikor kilátogatok, hogy szívem szerint beleugranék, de hát nyilván utcai ruhában ezt nem teszem. De tényleg nagyon, nagyon szép és rendezett a fürdőnk, gyönyörű környezetben van. Az attrakciókon kell minél hamarabb fejleszteni, és hát ezt is csak pályázati forrásból fogjuk tudni megtenni, de hát én úgy gondolom, hogy egy 60-80 millió forintos beruházással lehetne csinálni egy olyan medencét, ami egy olyan égköve lehetne a fürdőnek, amely tényleg vonzóvá tenné, és még amit hiányolok, az a büfék vonatkozásában, bár azt azért el kell mondani, hogy most már kettő van, hiszen az önkormányzat megvásárolta azt a faházat, ami a gyógymedence mellett van. Ezt is az intézményellátó Kft. Saját maga, mint a strandfürdő üzemeltetője üzemelteti, és így próbálunk a kínálaton
mindenféleképpen javítani. El tudtuk érni a másik büfé üzemeltetőjével, hogy legyen lángos, mert azt mondtuk, hogy strand lángos nélkül az nem strand. Úgyhogy hát ilyen apróságok tömkelege vezethet oda, hogy a fürdőnk az majd lehetőleg vonzó legyen, és a mezőturiak többség azért ne vágyakozzék el innen más fürdőkbe, hanem itt helyben fürdőzzön majd. Én úgy gondolom, hogy ezt néhány éven belül következő 5 éves ciklusban az önkormányzati ciklus most már ugye 5 évre fog szólni októbertől. Én azt gondolom, hogy egy ilyet mindenképpen meg lehet valósítani majd. A szándékunk az ez. Ha már nyár, akkor beszéljünk a rendezvényekről. Ugye említetted, hogy több nagy rendezvény lesz majd mezőtúran. Mikre látogathatunk el? Így van. Hát a paletta nagyon színes. A fiataloktól kezdődően az idős korosztályig én úgy gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a magának tetsző programot. El is hoztam és megmutatom, hogy itt van az önkormányzat részéről a mezőtörés vidéke újság külön kiadása, de mielőtt erről beszélnék, az East Fest-tel kezdem. Ugye ma már érintettem itt, hogy augusztus első hétvégéjén kerül megrendezésre immáron a 3. alkalommal az East Fest nevű fesztivál. Én azt gondolom, hogy ennek a színvonala folyamatosan nő. Tudom azt, hogy most jelen pillanatban mivel várják a fiatalokat. Azt tudjuk, hogy ez elsősorban a fiataloknak szól ez a rendezvény. Évről évre fejlődik, én azt látom, és ennek megfelelően évről évre több az ide látogató. Itt Kelet-Magyarországot járva elsősorban nagyon sok helyen megemlítik és kérdeztek, hogy lesz-e East Fest az idei esztendőben is. Úgyhogy itt a szervezők várakozása is az, hogy 10 000-es nagyságrendű látogatói létszámra számítanak. Lehet, hogy ilyen szempontból már probléma is lesz, hogy a hely lehet, hogy vagy a helyet kinövi a rendezvény. Az idei évben már a sátrazás az Erzsébetligetben is biztosított lesz, ugye tanulva a tavalyi problémából, ahol már az első napon néhány óra után a sátrazó helyek beteltek. Akkor azt sikerült rugalmasan kezelni, de tanulva ebből a problémából most már sokkal több hely lesz például sátrazni. Tehát ez egy óriási érték a városunknak, újra beszélnek mezőtúrról, és jó értelemben beszélnek mezőtúrról, úgyhogy ennek nagyon örülök. A következő a külön kiadás, a mezőtúr és vidéke külön kiadásában látható, hogy rögtön az East Festet követő héten az Artúr Fesztivál és a Túri Vásár kerül megrendezésre. Hát innen a 11 órás sajtótájékoztatóra fogok menni, amely kizárólag csak erről a két rendezvényről szól. Itt is én úgy gondolom, hogy a szervezőknek, a Közművelődési és Sport Kft.-nek sikerült egy olyan színes műsort összeállítani, ahol tényleg mindenki megtalálhatja a magának tetsző dolgot, tehát az idősebb korosztálytól, a népzenétől, a különböző stílusok vannak, most ebben nem megyek bele, de tényleg nagyon sokrétű és színes program várja az érdeklődőket. Hát a Túri Vásár az a szokásos, a helyszínről még nem beszéltem, az is ugyanaz, mint az elmúlt években volt. Én úgy gondolom, hogy jó helyet találtunk ott a Szolnoki úton, illetve ott a víztorony mellett és az Erzsébet liget mellett a rendezvényünk számára. Most is lesznek sztárfellépők szép számmal. Én úgy gondolom, hogy üde színfoltja lehet a nyárnak ez a rendezvényünk, és még augusztusban 19-én lampionóztatás, ehhez a programunkhoz is lesznek kiegészítő programok, koncertek, utcabál, ezt majd most a sajtótájékoztatón részletesen ismertetni fogjuk, és hát augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is ugye egyrészt lesz egy ünnepség, másrészt ott is lesz népzene, egyéb hát érdeklődő. Szokásos citeragála. Így van, citeragála.
És ja, azt is említettem, de még egyszer el szeretném mondani, hogy július 28-án pedig az első világháborús emlékműnél lesz majd egy önkormányzati megemlékezés. Én azon éppen nem tudok részt venni, mert nem tartózkodom idehaza, de az önkormányzatunk a 100 éves megemlékezését természetesen megtartja, és ugye, ahogy említettem, reményeink szerint már a szépen megújított, méltó módon helyreállított első világháborús emlékműnél lesz ez a megemlékezés. Tehát akkor teli leszünk programmal, hála Istennek, ezekről ugye a mezőtúr.hu, illetve a Művelődési Ház honlapján az mksk.ft.hu oldalon lehet ugye bővebben olvasni. Riportunk végén talán beszélgessünk a választásról. Ez bizonyára már sok mindenkit foglalkoztat mezőtúron, ugye várhatóan majd október helyi választásokat tartunk. Te, mint a Fidesz elnöke, bizonyára tudsz nekünk némi információt mondani arról, hogy mi a helyzet nálatok választásügyben. Igen, hát még a kampány nem indult be, és várhatóan augusztusban fog indulni. Annyit tudok mondani, tekintettel arra, hogy az én jelöltségemet azt már a Fidesz részéről jóvá hagyták, tehát azt elmondhatom a mai napon, hogy a Fidesz polgármester jelöltje az én leszek. Minden bizonnyal a választások október 5-ére lesznek kiírva, még ez sem biztos, tehát köztársasági elnök úr fogja kiírni a választás időpontját. Valószínűleg október 5 lesz, de legkésőbb október 12-én úgy gondoljuk, hogy ez meg fog történni. Ahogy említettem, 5 évre szól majd a megbízatása a polgármesternek és a képviselő testület tagjainak is, tehát az eddigi 4 évvel ellentétben most már 5 évre választunk tisztségviselőket. A Fidesz kapcsán a képviselő jelöltek személyéről még nem tudok jelen pillanatban nyilatkozni. A helyi csoport meghozta a döntését, ugye 3 helyen lesz változás, akkor, amikor ez jóváhagyásra kerül, hiszen a választókerület elnökének, Boldog Istvánnak a jóváhagyása kell hozzá, és aztán még ugye országos szinten jóvá kell, hogy hagyják a jelöltek névsorát. Abban az esetben, hogyha ez megtörténik, akkor természetesen híradással leszünk. Amit elmondhatok a mai napon, az az, hogy én eddig képviselő is voltam, a 7-es számú választókörzetben képviselőként is dolgoztam. Ugye be kellett látni azt, hogy a polgármesteri munka mellett erre igazán sok időm nem volt. Ez nem azt jelenti, hogy én az ott élők érdekeit nem képviseltem, de hát nyilván nem jutott annyi időm arra a körzetre, amennyit én szerettem volna, és ilyen megfontolásból úgy döntöttem, hogy én képviselőjelöltként nem indulok, majd az ősz folyamán helyettem egy új jelölt fog dolgozni, amennyiben bizalmat kap a választóktól. Erről majd, amikor a személyi döntések megszületnek, tehát jóváhagyásra kerülnek a képviselőjelöltek személyei, akkor fogunk tudni beszámolni. Ami még információként itt elhangozhat, az az, hogy most már nem kopogtató cédulát kell gyűjteni, mint a legutóbbi választásokon 2010-ben, hanem ahogyan azt az április 6-ai országgyűlési képviselőválasztáskor megszokhatták az állampolgárok, aláírásokat kell gyűjteni, támogatói aláírásokat kell gyűjteni, mind a polgármester jelölté váláshoz, és mind a képviselő jelölté váláshoz szükséges bizonyos darabszámú aláírás. Úgyhogy ez augusztus végén fog elkezdődni. Hát addig, mint eddig is, ugye minden harmadik vasárnap a piacon, most vasárnap is, ugye ott leszünk országgyűlési képviselő úrral, aki fogadórát tart, hát és természetesen én is, mint polgármester ott vagyok mellette is, ugye várjuk a problémákat, a panaszokat, a jelzéseket, ezt tesszük már évek óta, ugye mindig ott vagyunk a piacon, ezekben az időpontokban. Úgyhogy a kampány elindulásával kapcsolatosan pedig annyit, hogy szervezzük azokat a programjainkat, amelyek majd megrendezésre kerülnek, tehát mindenképpen lesz egy bemutatkozó fórumunk, ahol elmondjuk az elképzeléseinket, és hát tekintettel arra, hogy ugye 8 fideszes képviselő
és ugye jó magam, mint polgármester, itt 4 évig dolgoztunk, azért egy beszámolót is fogunk tartani arról, mint hogy azt eddig minden évben megtettük, az elvégzett munkáról, és hát ezt egy picit rövidebbre szabva, és ami a döntő szerepet és súlyt kapja majd, az a jövőbeni elképzeléseinknek a felvázolása lesz majd a kampány során. Nagyon rövid lesz az idő, hiszen, ahogy említettem, augusztus végén kezdődik, és október elején, tehát tulajdonképpen egy jó hónap áll rendelkezésünkre, tehát nagyon sok rendezvényünk nem lesz. Én azt gondolom, hogy egy ilyen bemutatkozó esemény, és azon kívül próbálunk az országos politikából valakit idehívni mezőtőre, aki esetleg elmondja a kormányzat jelenlegi elképzeléseit. Úgyhogy ilyen körvonalakban erre készülünk a kampány kapcsán. És természetesen ugye minden fontosabb dologról mi be is fogunk majd számolni. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és néhány gondolat erejéig beszélhettünk a pályázatokról. Természetesen minden hónapban meg fogjuk majd ezt tenni, legalábbis ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok neked. Én köszönöm a lehetőséget, és viszont kívánom. A kedves rádióhallgatóknak és televízió nézőknek is köszönöm a figyelmet, legyen továbbra is szép napjuk, nézzék meg, hallgassák meg ismétlésünket. Viszontlátásra, viszont hallásra.